A külföldön élő magyar evangélikus lelkészeknek mindig igen fontos és igen alapos véleménye volt arra vonatkozólag, hogy nem szabad az utókor számára ismeretlennek meghagyni azokat az iratokat, leveleket és hasonló dokumentumokat, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megvilágítsák a magyarországi evangélikusság, általában a magyarország kereszténység helyzetét és történetét azokban a kritikus évtizedekben, amelyek az elmúlt világháború utolsó éveitől kezdve úgy szóval a mai napig terjednek. Ezért az a munkaközösség, amelyet külföldi magyar evangélikus lelkészek alkottak, mindig is gyűjtött olyan anyagot, ami erre vonatkozólag támpontokat és alapot adhat. Ennek az anyagnak aztán az lett a sorsa, hogy mindez Oszlóban gyűlt össze, talán elsősorban azért, mert Ordas Lajos, aki ezeknek az éveknek szenvedő tárgya volt, elsősorban a skandináv egyházakkal tartott kapcsolatot. Az ő barátai, skandináv barátai nagyon érdeklődtek mindig az iránt, mi az ő sorsa, hogy él, mi van vele, különösen is miután másodszor is letették püspöki tisztéről. Ezért aztán Oszló lett az a központ, Norvégia fővárosa, ahol mindezt az anyagot gyűjtötték. Én lettem az, akinek átadták úgy szólván azt a megbízást, hogy ezt kezelje, és mikor Ordas Lajos meghalt 1978-ban, akkor külföldi egyházi vezető kezdeményezésére alakult egy Ordas alapítvány. Ennek az alapítványnak a kezdeményei között volt a svéd érsek, a finn érsek, norvég és dán egyházi vezetők, német egyházi vezetők, amerikai egyházi vezetők, és így alakult meg 1983-ban már szabályszerűen, szakszerűen és alapszabályszerűen az Ordas alapítvány. A magam részéről úgy kerültem ehhez az anyaghoz, hogy mindenféle régi irattárakból kutattam föl nyomokat az iránt, milyen volt a külföldi egyházaknak a viszonya a magyarországi evangélikus egyházhoz. 1982-ben úgy szóval egy véletlen folytán felkértek, hogy tartsa két előadást az Aarhusi Egyetemen Dániában. Rövid időm volt arra, hogy ezt összeállítsam, de mikor elkészült a két előadás és megtartottam, akkor ez megjelent egy norvég folyóiratban, nyomtatásban is. Akkora már annyira rendszereztem ezt az anyagot, hogy elérkezett az idő, hogy ebből könyv is legyen. 1983-ban abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a tüdőmön találtak egy tumort, és ezért meg kellett, hogy operáljanak, és 3 hónapi betegszabadságot kaptam. És a betegszabadságot nem szabad tétlenül tölteni, hát leültem és elkezdtem írni ezt a könyvet, és el is készült 1983 őszére. 84 elején aztán megjelent egy oszlói kiadónál. Annak idején, amikor kéziratokkal jött volna az országból, akkor egyszerűen ott azt elvették. Ez 1977-ben történt. Akkor Ordas Lajos még élt. Én itt voltam körülbelül egy hétig vagy kettőig, meglátogattam többek között őt is, és több evangélikus lelkészt, akikről tudtam, hogy az elmúlt időkben voltak olyan események, amelyek fényt vethetnek az egész fejlődésre az evangélikus egyházon belül és az evangélikus egyház viszonyára az állami hatóságokhoz. Adtak nekem néhány olyan dokumentumot, ami azt is megvilágította, hogy milyen módon töltötte be, vagy nem töltötte be az állami hatalom azokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyházzal kötött szerződésben biztosított. Ezzel az anyaggal voltam útban ki az országból, mikor a Ferihegyi repülőtéren kiállítottak a sorból, ahol a vámkezelésre vártam, és azt mondták, hogy legyek szíves befáradni egy szobába a csomagjaimmal együtt. Ott 8 egyenruhás ember nézte át az összes csomagjaimat. A könyveimtől és alsóruhámtól kezdve minden jegyzetemet megnézték. Néztem az órámat, 55 percig tartott ez a kutatás. Megkérdezték, hogy ez a jegyzet, az a jegyzet mit jelent. Kiteregették a térképeimet, hogy lássák, hol csináltam jegyzeteket, hogy merre járhattam, és a végén elvettek tőlem egy csomó iratot. Nem volt olyan sok. Gondolom az egész lehetett összesen vagy 20 oldal. Ezek között volt többek között a feleségemnek norvég nyelvű jegyzéke arról, hogy barátaimnak és ismerősének milyen ajándékot vittem magammal. Ezt is elvették, és talán máig is tanulmányozzák még a belügyminisztériumban, mert norvégül van írva, és nem biztos, hogy volt neki tolmácsuk, hogy ezt meg tudják magyarázni. De volt köztük olyan irat is,
amely éppen arra vonatkozott, hogy az államhatalom milyen módon szegte meg ezt a szerződést az evangélikus egyházzal. Ennek a következménye aztán az volt, hogy egy evangélikus lelkészt kényszernyugdíjaztak, és több lelkész, aki ilyen iratokat adott nekem, nagyon komoly feddésben részesült az egyházi hatóságok részéről, fenyegetésekkel és feddéssel. Úgyhogy az egész eset tulajdonképpen nem nekem ártott, hanem azoknak a személyeknek, akik ilyen dolgokat átadtak nekem. Szerencsére nem fedezték fel valamennyi iratnak az eredetét, mert azt nem kérdeztem, hogy kik adták nekem ezeket az iratokat. De volt olyan egészen ártatlan irat, ami egy egyházközségnek vagy templomnak a történetéről szólt, semmiféle se politikai, se egyházpolitikai, se katonai titkot nem árult el, egyszerűen egy történelmi dokumentáció két-három oldalon, az a lelkész is komoly feddést kapott. Úgyhogy a baj, mondom, nem engem ért, hanem azokat a személyeket, akik ilyen iratokat adtak át nekem. Volt valami olyasmiről is szó, hogy akkor te nem jöhettél többet Magyarországra, vagy hogy kitiltottak? Hát ebben ennek a jelenetnek a folyamán, amíg én ott voltam a repülőtéren, ilyesmit nem mondtak. Hanem mikor utána néhány hónapra rá újból Magyarországra akartam menni, akkor bejelentették, hogy nem kapok vízumot. Két évre rá, vagy három évre rá meghalt az édesanyám, akkor megpróbáltam még egyszer vízumot szerezni, de arra se adtak vízumot, úgyhogy nem jöhettem el a temetésére. Egészen 1984-ig, tehát 7 éven át nem jöhettem Magyarországra. És akkor is csak azért kaptam vízumot, mert a Norvég Evangélikus Egyház engem is betett abba a delegációba, amely Budapestre készült az Evangélikus Világszövetség nagygyűlésére. Akkor bejöhettem arra néhány napra, amíg ez a nagygyűlés tartott. Hogyan szolgálja a hitébresztés, a hit fenntartásának az ügyét ez az ordasi életrajz? Meg vagyok róla győződve, hogy Ordas Lajos nem politikai jelentőségű személy volt, hanem egyházi ember, akinek első érdeke az volt, hogy az evangéliumnak a hirdetését és az egyháznak a munkáját beavatkozás nélkül lehessen folytatni. Hogy ezt milyen módon vitte véghez, vagy milyen indítókai voltak, ezt próbáltam ebben a könyvben megvilágítani. De azt hiszem, hogy ezek a tanulságok, amelyeket a könyvből lehet levonni, nem csak arra a 40 esztendőre vonatkoznak, amely alatt Ordas Lajosnak és más egyházi embereknek nagyon nagy nehézségeik voltak, hanem ebből minden körülmények között lehet tanulni. Az egyháznak elsődleges feladata az evangélium hirdetése. Hogy ez milyen következményekkel járhat az egyháznak a szolgáira, az egyháznak az embereire, lelkészeire, vezetőire, püspökeire nézve, ezzel Ordas Lajos tulajdonképpen, nem mondom, hogy nem törődött, de Ordas Lajosnak nem volt ehhez olyan viszonyulása, hogy ennek alapján megváltoztatta volna azt a vonalat, amelyet követett. Neki az evangélium érdeke, az evangélium hirdetése volt az elsődleges feladata, és ennek a megvédése. Tehát Ordas Lajos nem is lehet megítélnünk úgy, hogy politikailag helyes lépéseket tette, hanem egyszerűen, mint keresztény ember, hívő ember, lelkipásztor. Ordas Lajos nem a környezetből, nem abból a, hogy idegen szót használja, kontextusból kell megítélni, amelyben élt, hanem abból a motívumból, ami az ő alapmotívja volt az ő szolgálatában.